Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Veszprém megyei országgyűlési képviselőként nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Balaton gyönyörű pontján, a Vagottyán strandon itt Kenesén. Abból az alkalomból jöttünk ma ide a kenesei strandra, hogy megérkezett a szűrőkamion és a kiszolgáló egységek és a Balaton körüli program a kenesei szűréssel elkezdődik. A egészségmegőrzés érdekében a szűrés az egy nagyon fontos feladat, és ennek a népszerűsítése és ennek a gyakorlati megvalósítása történik itt ma Kenesén. Én szeretnék köszönetet mondani az egészségügyért felelős államtitkárságnak, az ANTS-nek és a többi szervezőknek, hogy Veszprém megyébe itt Kenesén kezdik meg ezt a programot, és lehetőséget adnak a itt élőknek és a vendégeknek, a strandolóknak, hogy ingyenes szűrésen vegyenek részt, ez nagyon fontos. Azt szokták mondani, hogy a szűrés az egészségmegőrzés egyik legfontosabb momentuma, hiszen az a betegség, amelyet ilyen módon sikerül megelőzni, akkor az nem okoz problémát a későbbiekben. Én arra biztatok mindenkit, hogy vegyenek részt ezen a szűrésen, használják ki ezt az alkalmat, és a szervezőket, az egészségügyért felelős államtitkárságot, és az ANTS és a többi szervezőt pedig arra kérem, hogy folytassák ezt a programot. Köszönöm szépen! Hát szeretettel köszöntöm Önöket, és az, amit itt látnak, az nem volt a gyakorlat az elmúlt években, és mi magunk is régóta készülünk arra, hogy ez legyen az általános magyar egészségügyben, úgyhogy azt ígértük Önöknek, hogy a 2013 az a népegészségügyi mozgósítás éve lesz, és ezt a szűrőkamiont elindítottuk a Balaton körül egy háromnapos velencei tavi próbaüzem után. Ez ennek egy nagyon komoly példája. Na most legelőször is szeretném megköszönni a vendéglátóinknak, hogy használhatjuk a strand területét. Ebből is látszik, hogy az egészségügy az közügy, amiért összefog a helyi közösség vezetője, a tisztiorvosi hivatal, a tisztiorvosi hálózatunk. De el kell mondanom, hogy egy nagyon érdekes csapat állt itt össze, hiszen a víz minőségéről hatósági ellenőrök gondoskodnak, meg mérik a sugárzást a háttérben a szakemberek. Ezek az információk elérhetők jelenleg is, de hogy hogyan jut el ez a hétköznapok során az állampolgárainkhoz, hogy mire kell az egészségük érdekében figyelniük, az valahogy nem ütötte át megfelelően az inger küszöböt, nem alakult ki Magyarországon egy egészségtudatos magatartás, nem alakult ki Magyarországon az a felelősségteljes egészségmagatartás, amivel egyedül lehet megváltoztatni a népegészségügyi trendeket. Na most, hogyha megnézzük ezeket az adatokat, hogy az emberek fele körülbelül keringési, szív-érrendszeri megbetegedésekben hal meg, az embereknek több mint negyedet daganatos betegségekben hal meg. A 65 év alatti halálozásban 40%-ot képviselnek a rosszindulatú daganatok, a keringési betegségek körülbelül 30%-ot tesznek ki, és ezek a 65 évkor előtti halálozásban a magyar értékek 70-80%-kal nagyobbak, mint az unió átlaga. Hogyha ezeket mi megnézzük, akkor azonnal kell tenni valamit, ezt érzi az ember. És a nem dohányzók védelméről szól jogszabály, a transzsír betiltása, a designer drogok betiltása, vagy a hatékonyabb kezelése, a népegészségügyi termékadó, ezek mind olyan szabályozási kérdések voltak, amiket nagyon gyorsan meg lehetett lépni. De most van az, hogy nekünk át kell forgatnunk az embereknek a magatartását, hiszen ezek a megbetegedések, a szívérrendszeri megbetegedések, a daganatos megbetegedések, ezek mind életmódhoz kötött megbetegedések, tehát hogyha erre odafigyelünk, vigyázunk magunkra, vagy időben kiszűrjük ezeket a megbetegedéseket, akkor ezek a halálozási trendek megfordíthatók. Úgyhogy ennek a munkának az első nagyon komoly állomásán vagyunk itt most. És én szeretném megköszönni mindenkinek ide, aki itt a nyári szabadság szezonban kitelepült, veszi a fáradtságot, hogy az embertársainak az egészségével törődjön. Nagyon köszönöm a tisztiorvosi hálózat csapatának,
a tisztiorvosi hivatalnak, és erre a sok emberre mutatnék itt, akik vegyesen a tisztiorvosi csapatból, meg a kommunikációs csapatból is verbuválódnak, hogyha a tisztiorvos egy kicsit közelebb megy a csapathoz, akkor így látszik, hogy együtt vagyunk. De van most egy... Van egy... Helyes, jó döntés. Van egy fiatal egészségkommunikációval foglalkozó csapatunk, akinek az lesz most a feladata, hogy az egyébként tudományos és nemzetközi szinten minőségi munkát produkáló hivatalainknak az ott meglévő információt lefordítsa a hétköznapos egészségkommunikáció nyelvére, és képesnek kell lennie az emberek meggyőzésére, hogyha felelősséggel áll az életmódjához, akkor egészségesebben fog élni, és hosszabb ideig elveszheti a családja szeretetét. Úgyhogy ez a munka kezdődik ott, úgyhogy ez az új nemzeti szűrőprogram egyik első állomása, és az egészségkommunikációs módszertani csapatnak a bemutatkozó tevékenysége is ez a szűrőprogram. Most elindulunk ma, 3 naponként váltunk a következő állomás Alsóörs, Balatonfüred, ott pont az Annabál kékszalag verseny idején lesz a Tagore sétányon a szűrőbusz, megy utána Badacsony-Tomaj, Keszthely, Fonyód, Boglár, Földvár, Siófoka a vége, tehát körbejárjuk 30 nap alatt a magyar tengert, és aztán utána ez a szűrőbusz nem fog megállni, az egészségfejlesztési irodák igényelhetik majd, a hivatalok elé oda fogjuk parkolni, tehát felhívjuk a polgáraink figyelmét, hogy egészségesebben kell élni, mert csak ez adja a nemzet jövőjét. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ez a tanzsor, ez ami kakaó bevonalmasszába, egy csomó minden cuccban van benne. Miben segíthetünk? Én államtitkár úrnak adok egy ilyet, hogy hol leszünk még. Igen, én megkaptam a programot egyébként, ezt is köszönöm. És úgy lakodjuk. Azt hallom, hogy a csapatszellem jó, és ez... Jó. Örülök. Szerintem itt most a hétvége fele kanyarodva többen lesznek holnap. Nem? Kutyusra? Nem? Nagyon ügyes volt. Kutyus szeretne velem?